Az Európa Klub meghívására a Szent László legenda a történeti Magyarország templomainak fali képein címmel tartott előadást Vári Kovács József. László király kultusza a középkortól napjainkig elevenen él szerte a Kárpát-medencében. Emlékét számos legenda, ének, ima, falkép, kút, forrás tiszteletére szentett templom és kápolna őrzi, amelyek mind azt bizonyítják, hogy évszázadok során kiemelkedő szerepet játszott népünk képzeletvilágában, és ezt a különböző helyszíneken is őrzik, amit Vári Fábián József missziójának köszönhetően most megismerhettünk. Mindig érdeklődtem a történelem iránt. A másik pedig nagyon sokat utaztam. És utazás közben az ember rájön az, hogy ismétlődnek dolgok. És meg felfedez olyan helyeket, amikről nem is álmodott, hogy léteznek, és olyan gyönyörű képeket és templomokat, amikről korábban soha nem tudott. Igazából ezzel indult, és akkor szisztematikusan elkezdtem később aztán utazni, és fényképezni különböző helyeket. Lovagszentünk tiszta erkölcsének, daliás termetének, fizikai erejének, országszervező tevékenységének, illetve a keleti népek egyre gyakoribb támadásait elhárító vitézségének köszönhette népszerűségét, ahogy ezt a középkori freskokon láthatjuk. A Szent László emlékek tulajdonképpen részben szerencsés, részben pedig szerencsétlen sorsúak. Szerencsés sorsúak azért, mert a reformáció beköszöntével ezeket a templomokat lemeszelték. Szerencsétlen annyiban, hogy egy csomó templom elpusztult, illetőleg amikor először hozzányúltak a 19. század végén nagyon jó indulatú restaurátorok, például Gró István Felvidéken, elkezdtek restaurálni, és hát nem minden úgy sikerült, ahogy kellett volna. De hál' Istennek most felkarolták több helyet ezt a témát. A kutató munkában Vári Kovács József segítségére volt a Felvidéki Gótikus Út Egyesület fiatal szlovák és magyar építészekből álló csapata is, akik felkarolták és segítették a lovakirály emlékének megőrzését.